17-18. Században bekövetkezett történelmi és társadalmi események hatására egy jelentős migrációs folyamat indult el Németországban. Bechtel Helmut ősei Darmstadt környékéről ennek a folyamatnak eredményeként kerültek Magyarországra, egészen pontosan Majosra. Nagymamám volt az, aki nagyon sokat mesélt nekünk. Főként ő ugye megélte a II. Világháborút, illetve az előtte lévő időszakot, és ezekről a történésekről mesélt. Nem feltétlenül a maga teljességében, nem is feltétlenül úgy, mint egy történelemtanár, hanem igazából ilyen kiragadott sztorikat, történeteket mondott inkább, vagy adott tovább. Lehet, hogy sokkal többet mesélt persze, mint amire én emlékszem, de egy-egy dolog azért megragad bennem, tehát azokból az eseményekből, amiket elmondott. Ő főként ilyen háborús történeteket mondott, mármint olyan történeteket, amelyeket a háború során élt meg. Ő egyébként nagypapámmal együtt német nyelvterületen tartózkodott, akkor vendégmunkásként ott dolgoztak, ugye fiatalon, kerültek ki akkor osztrák területre, és onnan tért haza a háború után. A kitelepítéseket azokat mindketten elkerülték, tehát a Bechtel, illetve a Wichmann család is. Bechtel Helmut irodalmi érdeklődése már középiskolás korában kialakult. Sokszínű irodalmi érdeklődés jellemezte abban az időben, a Ponyva regényektől Mikszátig sok minden érdekelte. Úgy körülbelül ilyen 16-17 évesen otthon is voltak német könyvek, sőt magyarországi német irodalmat is olvashattam. Nagypapám könyvtárából örököltünk olyan könyveket, antológiákat, amelyekben ez jelen volt. Így tulajdonképpen ez is már a kezembe került. Aki nagy hatással volt rám, mint a német irodalom alkotója, az Heinrich Böll volt, az ő Biliárd féltészkor című regényét azóta is többször újraolvastam. Magyarul német nyelven egyaránt, és mind a mai napig egy meghatározó élményem, illetve egy olyan pont, amelyre támaszkodik tulajdonképpen az olvasáshoz, az irodalomhoz, az irodalom felfogáshoz való viszonyom. A saját identitáshoz, saját gyökerekhez való kötődésről, való gondolkodást én úgy személy szerint a saját tapasztalatom alapján ezt valóban oda a 20-as évek elejére teszem, amikor egyre többet kezdtem el olvasni magyarországi német témákból is, irodalomról, történelemről, kultúráról, és ez szembesített azzal, hogy ezen a területen van nekünk, mint nemzetiségi kötődésű embereknek egy személyes felelősségünk, és hogyha kaptunk egy lehetőséget arra, hogy ezt tudományos, irodalmi szinten űzzük, akkor ez számunkra egy lehetőség és egy kötelességünk is az életünkben, hogy ezt kibontakoztassuk. A 2000-es évek elején kezdett magyar és német nyelvű folyóiratokban publikálni. Bekapcsolódtam a Pécsi Péter Rozegger Egyesületnek a tevékenységébe, amely egyébként szintén ugye egy osztrák Heimat Dichterről, ugye Péter Rozeggerről kapta az elnevezését, és egy magyarországi németeket, osztrákokat, németeket is tömörítő egyetemistákat és diplomásokat magába foglaló egyesület, amely lehetőséget teremtett arra, hogy publikálja a különböző lapokban, részt vehessek konferenciákon, tanulmányutakon, előadásokat szerveztünk, tehát egyfajta ilyen szakkollégiumi tevékenységként működött. És ebben az időben kezdtek el tulajdonképpen a publikációim is egyre így, hogy nagyobb terjedelműbbé válni, tehát a kisebb cikkekből, újságcikkekből, hát, sőt voltak verseim is, ugye, amik megjelentek abban az időben, egyre inkább esszékké, illetve hosszabb elemzésekké váltak, és ez motivált utána tovább arra, hogy ezt elmélyítsem egy doktori iskolai tanulmányokkal, és ez segített aztán hozzá, hogy egyre több publikációm, elemzésem, illetve tanulmányom is megjelent ezen a területen. Valahogy ugye az önkifejezésnek ez a lehetősége, tehát ez a tudományosabb, elemzőbb jellegű eltöprengés irodalmi műveken, kultúrán, nyelvnek a helyzetén, ez valahogy úgy jobban közel áll jelenleg hozzá. Publikációim az utóbbi időben inkább német nyelven jelentek meg, hogyha ugye szaktanulmányok és folyóiratokban, szakmai tanulmánykötetekben jelennek meg, az nyilvánvalóan inkább egy tudományos közegnek szól, de azért van egy tudományos ismeretterjesztő tevékenység recenziók tekintetében, rövidebb cikkek tekintetében, amelyek inkább olyan folyóiratokban jelennek meg, amelyek szélesebb olvasóközönségnek szólnak. Ott van lehetőség arra, hogy elérjünk olyan embereket, akik érdeklődnek a német kultúra iránt, a Kárpát-medencei német irodalom kultúra iránt, vagy úgy általában a német kisebbségi kultúrák, irodalmak iránt is.
A nyelv irodalmi kifejezés módja az, ami igazán érdekli. Ezen belül is az elbeszélések kifejezés módját vizsgálja szívesen. Arról is szót ejtettünk, mi lesz, ha különböző nyelvjárások elvesznek egy nyelvből. Mennyire lesz ettől szegényebb? Ez egy nagy szegényedés, tehát hogyha az ember ezen töpreng, akkor ezen el lehet szomorodni. Tehát hogyha magyarországi német kultúrának ezt a fajta változását látjuk. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy erre egyfajta progresszív választ kell adni, tehát előre kell tekintenünk, és azokat a megmaradt dolgokat, azokat az elemeket, amelyek tovább hagyományozottak, amelyre van lehetőségünk továbbadni, azt kell megpróbálnunk továbbadni a következő generációknak, és igyekezni számukra egy aktív nyelvhasználatot közvetíteni. A hagyomány és a modernitás között valahol mindig ott van az ember, az egyén, akiben ezek a dolgok összetalálkoznak, és ahhoz, hogy ezt megpróbálja jól kezelni, ahhoz mindenképpen szüksége van arra, hogy a saját kultúrájával, nyelvével azzal szembesüljön, azt megpróbálja ápolni, azt megpróbálja valamilyen formában művelni, és meglelni azokat a hagyományos dolgokat, amiket esetleg tovább tud vinni az adott nyelvi helyzetben, az adott történelmi, kulturális nyelvi helyzetben, és tovább tudna adni az elkövetkezendő generációknak. Jelenleg a bibliai elbeszélésmódnak, illetve az irodalomnak kapcsolatát kutatja, emellett a magyarországi német kultúra integrálódását a magyar irodalomba. Ilyen például Nikolaus Lénau, akinek költészete különösen elragadó, Bechtel Helmut számára.